Üdvözöllek benneteket! Most induló videósorozatunkban a másodfokú egyenlőtlenségekről tanulunk. Bevezető leckénkben megismerkedünk azokkal a lépésekkel, melyek segítségével bármely másodfokú egyenlőtlenséget könnyedén, magabiztosan és pontosan meg tudunk oldani. Leckénk végén külön még kitérünk a megoldásra, illetve a megoldás halmazra. Ugyanis a másodfokú egyenletektől eltérően itt már nem csak egy vagy két megoldásunk lesz, hanem egy megoldás halmaz, amely egy vagy több intervallumot magába tartalmaz. Hogy ezek az intervallumok zártak lesznek-e, vagy nyitottak, vagy egyik oldalon zárt, másik oldalon nyitott, majd külön a feladatokon belül ezzel foglalkozunk. Bevezetőként tehát nézzünk akkor egy általános alakot a másodfokú egyenlőtlenségre. Íme egy bevezető feladatunk x négyzet mínusz 2x mínusz 8 nagyobb, mint 0. Mielőtt hozzáfognánk a konkrét feladat megoldásához, elemzésként térjünk egy kicsit vissza a másodfokú függvényekhez. Valójában a másodfokú egyenlőtlenség semmi más, mint a másodfokú függvénynek az elemzése. Azt keressük, hogy ez a másodfokú függvény hol lesz pozitív, esetleg hol lesz negatív. Ha visszaemlékezzünk, a másodfokú függvénynek kétféle grafikonja lehetséges. Ez attól függ, hogy az x négyzetet szorzó tag, ami esetünkben az az a változó, pozitív szám, vagy esetleg negatív szám. Abban az esetben, hogyha ez az szám pozitív, akkor a függvénynek a grafikonja egy völgy alakú, vagy ahogy másképpen szoktuk mondani, egy mosolygós. Ellenben, hogyha ez az a változónak az értéke negatív szám, akkor kapjuk a hegy alakú grafikont vagy a szomorú. A grafikon segítségével könnyen meghatározhatjuk, hogy a függvény hol lesz pozitív, illetve hol lesz negatív, akár az egyik esetben, akár a másik esetben. Az itt látható grafikonak elemzését kihasználjuk majd a megoldás halmaz fölírásához. Térjünk akkor vissza a mi feladatunkhoz. Így szól tehát x négyzet mínusz 2 x 8 mikor lesz nagyobb, mint nulla. A másodfokú egyenlőtlenséget néhány lépés segítségével oldjuk meg. Az első bevezető lépésünk az lesz, hogy az itt látható másodfokú egyenlőtlenséget először is átalakítjuk másodfokú egyenletté, hiszen a másodfokú egyenletét már meg tudjuk oldani. Ami esetünkben tehát x négyzet mínusz 2x mínusz 8 egyenlő lesz nullával. Hogy hogyan oldjuk meg a másodfokú egyenletet, az többféleképpen történhet. Akár vízszabályának segítségével, akár szorzattá alakítással, felhasználhatjuk itt a négyzetek különbségét, vagy csoportosítást, közös tagkiemelését, vagy ha egyetlen egy módszer sem vált sikeressé, akkor utolsó mencsvárként íme a megoldó képlet. Ezzel biztos, hogy meg tudjuk oldani bármelyik másodfokú egyenletet. Mostani példánkban, mivel x négyzetet egyszorozza, könnyen tudjuk alkalmazni vicc szabályát. Nézzük akkor a megoldást, a másodfok egyenlet megoldását vicc szabályának segítségével. Általában szükségünk van az együtthatókra. Az a, az ami az x négyzetet szorozza, ami esetünkben 1. A b, az ami az x-et szorozza, ami esetünkben most mínusz 2. A c pedig a szabadtag, az pedig a mínusz 8. Ezek alapján emlékezzünk vissza, mit mond Vít szabálya. A megoldásoknak az összege az b per a. Vagyis ha megnézzük, mivel a az egyenlő egyel, így akkor ezt a nevezőt nem is kell figyelni, valójában ennek a két megoldásnak az összege a mínusz b, vagyis a mínusz mínusz kettő az plusz kettőt ad. A másik fontos szabály, hogy a gyököknek a szorzata az a c per a mivel az a egyenlő egyel, így akkor csak a c figyelem, ez lesz tehát a mínusz 8. Hogyan fölírni a mínusz 8-at szorzatként? Az egyik lehetőség az egyszer 8, a másik pedig a kettőször 4. Mivel az egyszer 8 az inkább szélsőséges megoldások, próbálkozzunk akkor a kettővel és a négyel. Mínusz 8-at kaphatunk úgy, hogy a mínusz 2-t szorozzuk plusz 4-jel, vagy pedig, fordítva az előjeleket, a plusz 2-t szorzom mínusz 4 Nézzük akkor, ellenőrizzük le, hogy mikor kapunk összekként plusz 2-t. Ha összeadom a mínusz 2-t és a plusz 4-et, ez plusz 2 ad, ez lesz a jó megoldás. Azért minden esetre ellenőrizzük le a másikat is. Ha összeadom a plusz 2-t és a mínusz 4-et, itt viszont mínusz 2-t kapunk, ami láthatjuk, hogy nem felel meg vicc Így akkor ezek alapján föl is írhatjuk a megoldásokat, az egyik megoldásunk tehát a mínusz 2, a másik pedig a plusz 4. Miután megoldottuk a másodfokú egyenletet, jöhet akkor a második lépés. A második lépés abból áll, hogy a kapott egyenletet, illetve egyenlőtlenséget szorzattá alakítjuk át. Nézzük, emlékezzünk vissza a szabályunkra. Hadott egy másodfokú polinom, ax 4 plusz bx plusz c, ezt felírhatjuk szorzatként, mégpedig úgy, hogy Először is az a-t megszorozzuk két zárójellel. Az egyik zárójelbe kerül az x-x1, az x1 az egyik megoldás, a másik zárójelbe pedig az x-x2, ahol x2 a másik megoldás. Ha most visszatérünk a konkrét feladatunkra, az előtt kiszámoltuk, hogy az egyik megoldásunk mínusz 2, a másik megoldás pedig plusz 4, és láthatjuk, hogy az a-nak az értéke pedig 1. Vagyis a konkrét x négyzet mínusz 2x mínusz 8-at szorzatként felírhatom a következőképpen. Az annak az értéke tehát 1, majd az első zárójelbe kerül. x mínusz x1, vagyis x mínusz mínusz 2, a mínusz mínusz 2 plusz 2-t ad, vagyis az első zárójelbe kerül x plusz 2 a második zárójelben x-ből kivonjuk a másik megoldást, vagyis a plusz 4-et, így kapunk x 4-et. És miután a másodokó egyenletünket, illetve ez alapján az egyenlőtlenségünket is felírtuk szorzatként, jött akkor a harmadik lépés, talán a legfontosabb, amikor is felírjuk a megoldás halmazt. Ennél a lépésnél két módszert is szeretnék bemutatni. Az első módszer lesz a rácsos módszer azért rácsos módszer, mert egy úgynevezett rács segítségével jutunk el a megoldáshoz. Nézzük ennek a rácsnak a lényegét. Először is megrajzolok négy függőleges vonalat. Az elsőre és az utolsóra ráírom a mínusz végtelent, illetve a plusz végtelent, a középső kettőre pedig a megoldásokat, a másodok egyenlet megoldását, pedig növekvő sorrendben, ha már ugye mínusz végtelennel kezdtem, akkor a következő a sorrendben a mínusz kettő, majd jön a plusz 4, és a végén marad a plusz végtelen. Ami a vízszintes rácsokat illeti, a következőképpen töltöm ki. Az első sorba kerül, nem szükségesen, de kerülhet az A-nak az értéke. Ami esetünkben ez 1. Ahogyan már mondtam, ezt a lépést nyugodtan át is ugorhatjuk, főleg pozitív szám esetében. Majd jön az első zárójel, ez az x plusz 2, és jön a második zárójel, az x mínusz 4 és a legaljára kerül a függvényünk, x négyzet mínusz 2x mínusz 8. Nézzük akkor most a rácsnak a lényegét, illetve a kitöltését. Kezdem először is az a-nak az értékével, amelyet nagyon könnyen meghatározhatok, konkrétan itt az előjelre gondolok. Az egy az egy pozitív szám, tehát ez egy mínusz végtelentől plusz végtelenig végig pozitív előjelet ad. Az x plusz 2 először is keresem, hogy mikor lesz nulla. Hát akkor, amikor az x egy mínusz 2, tehát a mínusz 2-nél, és az x plusz 2 kereszteződésénél, itt lesz a nulla, a nullától balra mindig az a negatív előjel, a nullától jobbra pedig a pozitív előjelek. Az x mínusz 4 a plusz 4 esetében lesz nulla. tőle balra lesznek a negatív előjelek, tőle jobbra pedig a plusz előjel vagy előjelek. És ezek alapján határozzuk meg a függvényünknek az előjelét. Nézzük a rácsban található előjeleket. Valójában csak a mínuszokat kell figyelni. Páros számú mínusz esetén tudjuk, hogy mínuszszor mínusz az pluszot ad. Páratlan számú mínusz esetén megmarad a mínusz előjel, ott, ahol pedig csupa pluszok vannak, egyértelmű, hogy a függvényünk is pozitív lesz. Általában ezek az előjelek váltakoznak, tehát vagy plusz-mínusz-plusz formában, vagy pedig mínusz-plusz-mínusz mínusz formában. És most térünk vissza az eredeti egyenlőtlenségünkre. Az a kérdés, hogy az x négyzet plusz 2x 8 mikor lesz nagyobb, mint 0. Keresem tehát a plusz előjeleket. Az egyik ilyen intervallum a mínusz végtelentől a mínusz 2-ig, a másik intervallum pedig a 4-től a plusz végtelenig. És ez alapján, tehát a rács alapján föl is írom akkor a megoldás halmazt. Ahogyan már említettem, mínusz végtelentől mínusz kettőig, ez az egyik intervallum, a másik pedig plusz négytől plusz végtelenig. Egyik intervallum, másik intervallum, ezeknek a számhalmazoknak az unióját vesszük. Ugyanezt a megoldás halmaz megkaphatjuk grafikus módon is. Nézzük ennek a módszernek a lényegét. Emlékeztetőül a függvényünk tehát, x 4 2x-8, keressük, hogy hol lesz pozitív. Láthatjuk, hogy az x négyzetet szorzó tag, tehát az annak az értéke pozitív szám, ez azt jelenti, hogy ennek a függvénynek a grafikonja egy mosolygós grafikon lesz. Keressük először is az x1-et és az x2-t. Az x1 az mínusz 2, az x2 pedig a plusz 4. Rajzoljuk meg tehát ezt a mosolygós grafikon, amely áthalad az x1-en, illetve az x2-n is. És most jöhet újból ennek a grafikonnak az elemzése hol lesz ez a grafikon pozitív, vagyis ez a függvény, hol lesz nagyobb, mint nulla. Hát láthatjuk, hogy az egyik ilyen eset a mínusz végtelentől az x 1 ig a másik ilyen eset pedig x2-től a plusz végtelenig. x1 és x2 közötti rész alatt láthatjuk, hogy a függvény az x tengely alatt található, így itt a függvény negatív. Meg is jelölöm tehát a megoldás halmazt, mínusz végtelentől x1-ig, illetve x2-től plusz végtelenig és láthatjuk, hogy ugyanahoz az eredményhez jutottunk, mint az előző rácsos módszer segítségével. Természetesen nem szükséges mind a két módszert alkalmazni, hiszen láthatjuk, hogy akár az egyik módszer segítségével is eljuthatunk a megoldás halmazhoz. Elemen, amit mindenféleképp meg kell, hogy oldjunk a végén, ez pedig az megoldásunknak az ellenőrzése. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk, hogy tényleg jól számoltunk-e, ellenőrizzük le a megoldásunkat. Mivel két megoldás halmazunk van, mindkét megoldás halmazból vegyünk egy-egy értéket, és helyettesítsük be az eredeti egyenlőtlenségünkbe. Az első megoldás halmazunk a mínusz végtelen és mínusz kettő közötti rész. Vegyük itt például a mínusz ötöt. Ha most a mínusz ötöt behelyettesítem az eredeti egyenlőtlenségbe, mínusz öt a négyzeten, az adja a huszonötöt, mínusz kettőször mínusz öt, az adja a plusz tizet, majd a mínusz 8, igaz-e, hogy ez nagyobb, mint 0? Van két pozitív szám, 25 és 10, az a 35, amiből ha majd kivonok 8-at, 35 8, az plusz 27, és igen, láthatjuk, hogy ez nagyobb, mint 0. Hasonlóképpen ellenőzöm a másik megoldás halmazt is, mégpedig 4-től plusz végtelenig. Vegyük itt például a plusz 5-öt. A plusz 5-öt, ha behelytesítem az eredeti egyenlőtlenségbe, X négyzetünk, 5 a négyzeten az 25, mínusz 2 ször 5 az mínusz 10, meg mínusz 8, igaz-e, hogy az nagyobb, mint 0? Egy pozitív számunk van, ez a plusz 25, van két negatív szám, mínusz 10 meg mínusz 8 az mínusz 18, és hogyha 25-ből kivonom a 18-at, az plusz 7, ami nagyobb, mint nulla. A folytatásban térjünk egy kicsit ki a lehetséges megoldásokra. Az első esetünk legyen az, amikor a függvény két pontban metszi az x tengelyt. Emlékezzünk vissza a mostani feladatunkra. A másodfokú függvénynek két lehetséges grafikonja van. Az egyik, amikor az alnak az értéke egy pozitív szám, a másik, amikor az alnak az értéke egy negatív szám. Ahogyan már említettem, a függvény két pontban metszi az x tengelyt, tehát van egy x1 és egy x2 megoldásunk az a nagyobb, mint nulla, ekkor van a mosolygós, vagy inkább a völgy alakú grafikon, kinek melyik felel meg jobban. Abban az esetben, hogyha az A pedig kisebb, mint nulla, akkor jön a hegy, vagy a szomorú grafikon. Az első esetben láthattuk, hogy a két megoldáson kívüli értékekre a függvény pozitív, hiszen az x tengely fölött helyezkedik el, míg a két megoldás között pedig a függvény negatív a másik grafikonnál mindez pontosan fordítva történik. A feladataink többsége pont ilyen típusú, amikor is tehát a függvény majd két pontban metszi az x tengelyt Nézzük a megoldás halmazokat. Az első esetben, mikor lesz a függvény pozitív? Láthatjuk a grafikon alapján, ha meg ha az x-nek az értéke mínusz végtelentől az első megoldásig, illetve a második megoldástól a plusz végtelenig tart. A függvényünk akkor lesz negatív, hogyha az x-nek az értéke az egyik, illetve a másik megoldás között helyezkedik el. A másik grafikon típusunknál minden fordítva történik. A függvény akkor lesz pozitív, hogyha x-nek az értéke x1 és x2 között helyezkedik el, és akkor lesz negatív, hogyha az x olyan értéket vesz föl, amely mínusz végtelentől az első megoldásig tart, vagy pedig a második megoldástól a plusz végtelenik. Amint látjuk, úgy a grafikonok, mint a megoldás halmazok, egyik illetve a másik esetben egymásnak ellentetjei. A másik lehetséges megoldás típus, amikor is a függvény az x tengelyt egy pontban metzi. Itt is megkülönböztetünk kétféle grafikont, amikor az a nagyobb, mint nulla, illetve amikor az a kisebb, mint nulla mivel a függvény csak egy pontban metszi az x tengelyt, itt nem lesz külön x1 és x2, hanem csak egy megoldás. Az első grafikon típusunk a mosolygós típus, a minimum pontjában érinti ezt a megoldást, a másik pedig a szomorú, pedig a maximum pontjában. Az első esetben a grafikon szinte végig pozitív, tehát a függvényünk pozitív, míg a második esetben szinte végig negatív. Azért mondom, hogy szinte, hiszen egyetlen egy pont van, tehát az x megoldásban a függvényértéke nulla. Föl is írhatjuk akkor, hogy hol lesz a függvényünk pozitív, illetve negatív. Az első esetben végig, tehát mínusz végtelentől a plusz végtelenig, kivéve, amikor az x felveszi a megoldás értékét. Hol lesz a függvényünk negatív? Hát olyan pontunk nincs, tehát ilyenkor a megoldás halmazunk üres halmaz a másik grafikonnál minden fordítva történik. Hol lesz a függvény pozitív? Láthatjuk, hogy egyetlen egy pontban sem lesz a függvény pozitív, tehát x eleme üres halmaz. És hol lesz a függvényünk negatív? Szinte végig, mínusz végtelentől plusz végtelenig, kivéve a meccis pontunkban. Ebben a pontban a függvény értéke nulla. És maradt még egy esetünk, amikor is a függvény egyáltalán nem metzi az x tengelyt. Itt is két grafikon típust különböztetünk meg, az alapján, hogy az a az értéke pozitív szám, vagy pedig negatív szám. Nézzük az első esetünket, a mosolygós grafikonunkat. Láthatjuk, hogy nincs megoldás, tehát nincs meccéspontja a függvénynek és az X-tengelynek. Ugyanígy a másik típusnál, a szomorú grafikonnál, a grafikon teljes egész egészében az X-tengely alatt helyezkedik el a már megszokott módon első esetünkben a függvény végig pozitív, második esetünkben a függvény végig negatív. Ha még ezt szeretnénk fölírni, az első esetben a függvény hol lesz tehát pozitív, végig mínusz végtelentől plusz végtelenig. Hol lesz a függvényünk negatív? Hát ilyen pontunk nincs, tehát ez üres halmaz. És a másik grafikonnál mindent megfordítunk hol lesz a függvényünk pozitív, sehol sem, tehát a ha megoldás halmaz egy üres halmaz, és hol lesz a függvényünk negatív, láthatjuk, hogy végig, minden valószám esetében, vagyis mínusz végtelentől plusz végtelenig. Minden egyes feladat megoldás halmazza, a most bemutatott megoldás halmazok egyike lesz. És akkor leckénk végén összegezzük még egyszer a másodokú egyenlőtlenség megoldásához szükséges lépéseket. Ahogyan már említettük az első lépésben, a másodszokó egyenlőtlenséget átalakítjuk másodszokó egyenletté, és megoldjuk azt. A második lépésben a megoldások alapján szorzattá alakítjuk. És akkor jött a harmadik lépés, amikor is a szorzat alapján felírjuk a megoldás halmazt. Alkalmazhatjuk a rácsos módszert, vagy alkalmazhatjuk a grafikus módszert. És ami nagyon-nagyon fontos, a feladat végén ellenőrizzük a megoldás halmazónkat. Ennyit bevezetőképpen a másodfokú egyenlőtlenségek megoldásáról. A következő videókban konkrétan kitérünk majd először a hiányos másodfokú egyenlőtlenségekre, illetve a folytatásban a teljes másodfokú egyenlőtlenségekre és azok megoldására. Bevezető leckénk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!